segíts egy kicsit, légy szíves. Oké, szerelem. Jövök. Berta, ami azt a 10 shillinget illeti... Nincs 10 shillinget, szóval nincs. Na és kilépsz innen? Dehogy. Hát akkor majd megkapom. Rendes lány vagy te, Berta. Jó, rendes az vagyok. Lány, sajna nem. Ugyan már. Én tudnék, mit kezdeni veled. Velem. Egy roppantásra szétharapnál a fiacskán. Röp! Először a karjaidat, hamham, aztán a lábaidat, hamham, aztán a szemeidet, nyek, aztán a füledet, az orrodat, a gégédet, nyek, ham, nyek. És mit kezdenél a maradékkal? Négy kósárgodra bepácolnám, imád rebegnék, aztán felakasztanám csöpögni, száradni. Magi, segíts légy szíves! Berta! Na mi van? Tudod, hogy fölizgatsz? Jaj, már mint, hogy én téged. Hagyd békét! Jó, jó, megyek már! Menj már innen! Ki rakta ezeket a herrat, hazegaka? Három. De most add ide még, mielőtt a többiek megérkeznek. A holnapi akciókot ne felejtsd el. Ahogy szoktad. Lesz ma női szeszély? Lesz. De a gyümölcsszeleteket csináld, a többi víz rá. A motorod, oké? Okay? Erre megyünk a dépterembe. Eddig nem ilyen helyeken dolgoztam. Utoljára a kártonban voltam. Soha többet nem veszek használt motort. Egy lepra. Mi? Mi van vele? Tudnám. Ezek a szerkezetek. Eddig arra sem tudtam rájönni, mitől csörög a vekker. Majd megnézem. Értesz hozzá? Hát persze, a háborúban kültönc voltam. Kellett, hogy értsek hozzá. Igen, de ott hagytam. Fölmegyek, megnézem. Kapsz egy jó vacsorát. Férfi napot tart. Férfi napot. Persze, nők nélkül. Megszadott borjú érméket, majd azt készítjük el. És a feleséged mit szól hozzá? Aj, te néha egészen jó feleség nélkül marad. Hát az igaz. Na jó van, ne haragudj. Engem nem érdekel. Ő volt a hülye. Ha csak kurva lett volna, az hagyján, de a tetejében még bolond is volt. Szóval nem is bánt. Én nem. Csak egy szép nap gyerekei születnek, és azoknak a gyerekeknek egy bolond nő lesz az anyjuk. És neked nem hiányzik? Nekem nem. Jó reggelt, Ann! Jó reggelt, Ann! Jó reggelt, fiú! Na végre! Jó reggelt, aranyom! Hello, fiú! Hello, Max! Szépséges jó reggelt, Ann! Neked is minden jót, kedves! Jaj, de jó volt az ágyom! Kér, Elmond! Na? Végül is mi történt Péterrel? Tudod, tegnap este. Az egy flúgos gyerek, fogalmam sincs róla. Te tudod, Paul? Tudom, én csak azt hiszem, hogy összeveregedett Gastonnal, hogy miért, azt nem tudom. Valami merőkanál miatt... Milyen német? Tiszta bolond. Mindig veszekszik, mindig. Már mindenkivel összeveszek. Mindenkivel! Abban meg mi a jó, hogy folyton cserélgetik a szakácsokat? Minek ide külföldi szakács? Egy német? Ez már három éve van itt! Három éve! Jaj, hát szerelmes a fiú! Szerelmes? Na hát, ez is szerelem. Megfigyeltétek már, amikor Monika lépcsőnél szolgál fel, Péter abból a tükörből nézi ott, aztán körbejár itt a konyhába, mi? És lesi, hogy nem flörtöl-e valamelyik vendéggel. Nem hiszem. Én sem. Jó, szóval nem hisznek meg. A többiek előtt üvöltöznek, veszekednek, néha a lánya rendelt éneket áttalába várja. Ja, Istenem, hát tudjátok, hogy árva.
Csak arra vagyok kíváncsi, hogy tegnap este mi történt. Kérdezd meg Magi, van kávégyen? Hogy ne, kedves, tölts magadnak. Magi, te tudod, mi történt Péterrel tegnap? Majdnem megölték. De jó Isten. Na de miért? Mondd már el, nekem fogalmam sincs róla. Pedig neked kéne tudni. Én nem voltam itt. Én csak azt tudom, hogy egyszerűen üvöltözni kezdenek, és tudjátok, hogy Péter mindig nagyobbat üvölt, mint a többiek, mindig az ő hangját lehet hallani. Aztán egyszerre csend lett, és a következő pillanatban verekedtek. Azt látom, hogy Gaston felkap egy csontozókést, Péter kiüti a kezéből. És majdnem föltette a tűzhelyre. Igen, és akkor jött a séf. Azt már láttam, amikor a séf bejött és szétválasztotta őket. Sőt, én még azt is hallottam, hogy Gaston azt mondta, hogy még nem végeztem, még nincs vége. Na jó, de nem tudom, hogy miért volt ez az egész. Kit érdekel? Jó reggelt még csak lehet köszönni Péternek, de jó estét már soha. Én tegnap este 9-kor jöttem be. A fiúk épp átöltöztek. Egyszer csak jön Péter, Gaston meg után. Azt mondja, hogy Péter tetves ciprusinak nevezte. Erre a ciprusiak körülfogták és meg akarták ölni. Mind. De Péter azt mondja, hogy nem, nekem mindenki egyforma, a faj nem számít, félreértettétek. És mind meg akarták verni. Hogy félt? Ilyen sápatnak még sose láttam. Na jó, de hogy kezdődött? Mondom, hogy egy merőkanál miatt. Ki tudja, mindig voltak verekedések, és ki tudja, hogy hogy kezdődtek. Na, én megyek. Aludj jól. Én is neki fogok. Ki hinné, hogy itt 2 órán belül bolondok háza lesz? Ha ma este is én haza ott hagyom. De hát délután is műszak hazam. Gyertél a totóré? Egy fenét. A Norics és a Lindon velem is kitolt. Jó reggelt, Deni drága! Olvastál arról a pasasról a bolondok házába, aki 35 000 fontot nyert? Mire a felesége 18 év után újra felbukkant. 18 év. Ó! Én csináltam. Neked. Tessék. Hát csak nem valami szép, sajnos. Jaj, de lassász vagy, Dimitri, kösz. Kipróbáltsuk kiszt a levegőt? Mi ez volt? Kis Pablo, itt van már marangó. Még nincs, az ki? Az enyém, Dimitri csinálta. Ez Dimitri? Ha, mit csinálta? Ezt te csináltad? Ezekkel a drótokkal, meg pacakokkal itt bent, te mondd, Dimitri. De minek töltöd itt az idődet tányérmosással, mi? Miért nem mész el egy gyárba? Gyárba? Gondolod, egy gyárba boldog lennék? Mit csinálnék ott, ha? Látod ezt a kis drótot? Talán azt raknám be. Egész nap gombokat csavarnék be. Én mondom, egy gyárban addig csinál az ember kicsi darabokat, amíg maga is kicsi darab lesz. Értitek, mit akarok mondani? Így van ez, pontosan így. Én tudom, ezt a bátyám ott dolgozik. Pontosan tudom. De Dimitri, te tudod, mi történt Péterrel? Te majdnem megölték, hogy miért? De jó Isten. Azt hiszitek, csak Péter a hibás. Mindenki verekedni akart. Figyeljen, vegyetek egy embert a tányérmosásba egész napon. Mosogasson tisztán a tányért, hordja büdös kondérokat, csöpörjön padlót. Mi más tud tenni, verekedni akar. Valahogy meg akarja mutatni, hogy férfi. Tessék, ítéljétek el. Nem, én nem tudok. Mit mondtam? Alapból a dépkeretben van. Gyere már! Gyere már azt. Csak én vagyok. Jó reggelt, uraim! Tessék, itt van a bajú! Köszönöm. Megjött már az új szakács? Nem tudom, nálam még nem jelentkezett. Miért mondtad, hogy marangó jön? Azt mondtam, hogy az étteremben van. Most is ott van. Monik, legalább te mondd meg, mi történt Péterrel tegnap. Mondom ezt a témát tényleg. Hagyj békén! Jó? Gaston kapott egy napot. Na, akkor jó kis napunk lesz. És Péter mit kapott? Szerencséje volt. Azért nem bántották mi, mert te is ott voltál. Nem, mondom, hogy szerencséje volt. Miért? Kint megvárták. Na, még kint persze. Is. Azt kérdezte tőlük, gangstert akartok játszani? Hozzátok ide a Marlon Brandot? Akkor majd én is veletek játszom. Na, jókor viccel ez is. Várj, kezet fogott velük. És azt mondta, good night, bonne nuit, good night.
és Kalinka. Sorba, mindegyikkel. És aztán faképnél hagyta őket. Hát mit csinálhattak volna? Vadállat. Monik! Jó reggelt! Gini beteg! Ha megint, vérszegény ez a lány. Esküszöm, hogy vérszegény. Megy át a helyét, kérem. Ebben a ruhában legyek osztat. Nekem ez a ruha nagyon jó, csak a kötény legyen. Ez jó, nincs is kivasalva. Asztalhoz kell csak vezetni a vendégeket, táncolni nem kell benne. De ezen a héten már harmadszor fogadom én a vendégeket. Tessék, Berta, csinálj valamit ezzel a kötényel. Csak ide! Csücs! Ráülök! És kivasalom. Heti! Jenny már megint beteg, vedd át a helyemet, szíve. Daphne, segítsünk, légy szíves. Tudod, hogy én a poharaknál vagyok. Jó, persze, persze, elfelejtettem. Ki van még? Vinni a tízesen van. Ver! Hetesen. Hetesen, az éppen. És az új nő? Az jó, de majd ő segít neked. Fél szemedet rajta tartok. Szerencse fel! Annyi hasznom azért lett belőle, hogy nem kell egész nap ezzel a vadállattal szemben átsalognom. Furcsa egy viszony, mi? Monik? Nem is olyan rossz. Aha. Jó, hát a férje az nem lenné. Hát az nem. Jaj, ne haragudj, Paul, már megint beletrafáltam. Engem nem érdekel, hogy felszarvasztak. Jó társaságban vagyok. Reggel, Dagi, mi újság? Először is fogd be a szád, picikém, jó? Egyszer kitalálom csavarni a pelenkádat, de úgy, hogy te is benne vagy. Karikás a fene! Honnan? Úgy nézett rám, mintha meg akarna ölni. Ugyan már. Ki akarna téged megölni, Michael? Tényleg, ki akarna megölni? Még 20 évesen vagyok, előttem az élet. Na nézd csak, nem szép látvány, nem gyönyörű? Egy rohadt nagy vasdarab és mi ezen dolgozunk. Dicsőség Istennek az emberi törekvésekért. Mi van ma az étlapon? Már nem tudom, miért izgatom magam. Mindig ugyanaz. Egy ma leves! Mi lesz? Na, omletosan. Leszek én még olyan helyen is, ahol mesterműveket alkothatok. Piszok jó dolgokat. Marahúst, trogalofódra, csirkét alá, kiel! És a görög ételek királyát, a muszakát. Soha! Soha nem fogsz te muszakát sütni. Kirított krumplit, azt igen! Kirított krumplit minden ételet. Na ne hívd már, hogy ti görögök tudtok jól főzni! Volt így, amikor az angolok is tudták, hogyan kell jól előtt! Igenis, hát igenis, volt így! Gyere! Én nem tudom, hol fogsz dolgozni. Mondjuk a halaknál. Az új szakács. Sok a munka. Majd meglátod. Napi 2000 vendég. Hol is ez? Hirítani! Ne, ez az enyő, azt én készítettem előmagamnak tegnap, ez nekem kell a családtárhoz. Családának egy ki az őrségtárolóhoz. Na, fészkes felé, vedd ki te a tiédet. Ez az enyém, ezt én készítettem elő. Neked öreg fészkes felé is fia. A saját hazában fészkes felé is fel. Ez a hazád! Ak, hazád a hazád! Rözzet, fiat, tudom meg a lefolyó, és tudom a lefolyó. Ezért még megfizetek neked aranyom. De nem csak egyszer lehet összeveszni, csak egyszer! Te! Tetves idegen! Én tetves, mi haját? Bocsánat, barátaim! Mindjárt folytathatjátok. Haját, mi? Tehén. Hol nincs valami tortád, vagy kekszed, vagy valami éjjel való? Te vagy az új szakács? Igen. Sok szerencsét. Tudod már, hogy mi lesz a munkám? Nikolás vagyok. Még azt sem tudom, hogy milyen munkák vannak. Na gyere, majd én elmagyarázom. Hát, hogy az elején kezdjem, ez itt az étlap. Énnél tudhatod meg, hogy mit főzünk. A séf minden este kiírja. Ott odát én dolgozom a hideg büfén. Az ott Max a hentes. Itt dolgozik Hans, rizs, görítések, kotletek, hát tudod? Ez itt Alfredo. Roston sülke. Itt lesz mellettük Frank, a másodfőrök. Ő készíti majd a szárnyasokat. Az ott Paul és Raymond a két cukrász. Ott láthatod azt a kövér nőt, az a zöldséges szakács. Az ott Anne, teje és kávé. Ez itt Michael,
leves és omlet. Ez itt a legjobb barátunk Gaston. A konyha legjobb szakácsa. Marha! És disznósülte. Itt Kokó dolgozik, de ma szabadnapos. Itt meg Péter, főtt hal és mi egyéb. Mosogató. Hogy itt az új szakács, neked adom. Na és, mit csinálják vele? Tudom már, hogy hol dolgozom? Nem, még nem. Honnan jöttél? Írországból. Nem, én azt kérdeztem, hogy az előtt melyik étteremben dolgoztál, ha? Parizito, Shaftesbury Avenue. Na, és jól fizettek? Azért is jöttem el. Hát itt szép pénzt kapsz, de dolgozni kell. Dolgozni aztán kell, nagy ereség, és tudsz hollandi mártást csinálni? Tudod, tojás, tejszik, nagyon jó. Igen. A tojás ott van előkészítve a frigiderben, az itt van a haberő a fiókban. Megyek, megolvasztom neked a margarit. Ich hoffe, Mr. Tagger gefallen. Könnt ihr nicht mal was zu damit haben, Jürgen? Frey, ich bin Baran-Borda. Tegnap 3 Baran jött. Igen. Igen. Az új szakács? Igen, sír. Rendben van, akkor az én előtt halad. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, de nekem a 6-fél ételt kell készítenem. Kokó, ma szabadnak, most valakinek halad is kell sütni, nem? Hadd egy hely, a nyári szezon kellős közepén nincs elég emberi, meg csináljak 6-fél ételt! Köszönöm! Abból a hűtőből vegyek ki a halat reggel, Leo. Du! Gestern Abend habt ihr bei Nachricht? Sie sind unmutig, wenn Sie zusammen sind. Haben Sie draußen auf die gewartet? Ja, da waren einige, leider war ich mit Monika. Und jetzt springen Sie nicht mehr mit mir. Sie will doch wieder mit dir reden, bitte. Ah, egal, egal. Auf geht's. Heili, 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 heili. Heili, heili, heili. Heili, heili, heili. Heili, heili, heili. Szemet, sajnálom. Kopj le! Csak annyit mondtam, hogy sajnálom, ennyi az egész. Sajnálod, minden egy féltut a cipusi rábeszél. Azért sajnálod. De még találkozunk. Most mi van, valaki bocsánatot kér, fogadd el? Mi? Mi? Ezt hagyja be, mi? Megmondtam, még találkozunk. De most mit akarsz? Szálljon akarsz válni? És akkor boldog leszel! Énekessék el, Mikkel! Péter, ne üljeskedj! Annyit mondok a nagyobb! Megőrültél, mit hetszelek? Egyik se tudja, hogy mikor kell abba hagyni, minden veszekedés hónapokig tart. Az egyik bocsánat kér, másik nem tudja, hogy fogadja el. Ha meg elfogadja. Na te csak ne légy. Mutasd a szemet. Réma! Első osztályú. Nézd meg a barátodat. Tudod jól, hogy senkit nem bánt akarattal. Nem. És a szemem? Véletlen volt. Magunk között te is tudod, hogy az volt, nem? Majd én beszélek a fejébe. Te? Olyan vagy, mint egy papírdarab, ide oda fúj a szél. Elintézem. Mit intézel el? Persze jó, rá kellene ijeszteni 6 fél. Igen. Látod, hogy nem ér meg semmit. Mondd meg neki, hogy ott hagyod. Ha meglátod, hogy megijed. Már megmondtam. És? Nem ijed meg. Csak feldühödik. De dühöngél meg össze. Mindjárt. Ezt olvasd el! Lének! Na olvasd csak szépen, olvasd!
Savanyú a leves. Milyen leves? Hogy milyen? A tegnapi. Tegnap bent se voltam. Szabadnapos voltam. Kérdezz meg Franktől. Tegnap szabadnapos volt egy konyhából, ahol ő a főnök. Tessék, olvasd el. Mit akar? Na, olvasd csak, olvasd szépen, olvasd. Nikolász, 12 csirkét kérek. Csak hadd. Akkor rendelni! Írás, hogy savanyú volt a leves. Oké, Nikolás, 12 kirkét kérek. Bonjour, Raymond. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour. Angliában vagy? Angolul ugat? Itt mindenki más nyelven beszél, franciául, olaszul, németül. Azért jöttél Angliába, hogy angolul tanul, igaz? Hát akkor angolul beszélj! Valami baj van, Max? Megijedtél? Öblítsd le egy pofa sörrel. Tőled nem félek, erre vagy kíváncsi, jobb, ha te csendben maradsz. Tudod, hogy mi a te bajod, Max? Az, hogy már túl régen vagy egy helyen. Jól van, Péter, minden rendben van. Mióta is, Max? 21 éve. Levegőváltozásra lenne szüksége. Jól van, hagyd békén. Miért nem válasz munkát egy évre Németországban, ha? Majd! Nézd meg más konyhákat is, tanulj! Jól van, még ez a dolgom! Ne csak ne törődj az én dolgom, jó? Genug, Péter, genug! Genug, genug, genug! Álma! Ez itt minden nap így van. A dicsőséges náfotam óta nem izzadtam. Ez még csak a kezdet, várj ki a végét. Ha meglátod, mi lesz a tálalásnál. Ezt ismered már magad? Többé, kevésbé. Még lakaszot kell szeretelni. Jó, nem sokára eszünk. Maga az új szakács. Igen, uram. Na, fiam, meleg van. És akkor még keveset mondtunk. Annyi baj legyen. Én jól fizetek. Dolgozni kell. Ennyi az egész. Jól dolgozni. Kedves öreg ember, ugye? Te csak úgy hiszed. Rohadt több. Most azért beszél így, mert nyárban nem kap el égeket, azért kevés. Itt akarsz maradni télen is, csak várd ki a végét, majd meglátod. Savanyú a leves, sok a köret, a hal odaégett, ez nem ember. Én mondom neked, ez maga az étterem. Reggel 17:30 kimegy a piacra, aztán idejön. Megnézi a postáját, fölmegy az irodájába, aztán lejön, megáll. Nézi a fölszolgálást, néha körbejár. Megérinti a platnikat, becsukja a tűzhelyajtókat, belenéz ebbe, belenéz abba, amíg egy vendég itt van, és itt tartózkodott. Délután szundít egyet az irodájába, alig, hogy mi visszajöttünk, itt terem. És itt van, este 9:30, minden áldott. Itt tölti az életét, egy konyhában. Hát élet ez. Nekem mindegy, én nem sokára megnősülök, és aztán hús. Augé, Cilandi, augé. Németül beszéli Tilos, Angliában vagyok, tehát nekem angolul kell ugatnom. Hájni, hájdó, hajrá! Menj a pokol! A feleségem. Majd legalábbis nem sokára az lesz. Nézd csak ezt a levlapot? Ezt akkor küldte, amikor szabadságom volt. Nagyon szeretlek, hiányzol, és alul rúzs. Nézd, egy csak kedves, mi? Hasonlít egy lány ismerősöm. Nem sokára eszünk, ugye? Hans, hilfi! Péter, nézd csak! Itt pont ránta van, a táblán pedig pont rostom. Kérdezd meg a séftől! Jó reggelt, sép! Kérem, itt pontja ránta van, a táblán pedig rostom sül. Mit tudom én? Én tegnap szabadnapos voltam. Kérdezem meg a helyettesemtől. Van egyáltalán pont? Itt nálam nincs! Ez hogy töri magát, hogy segítsen?
Semmivel sem törő? Nem, a világon semmivel. Csak a botrány van. Miért mondod, hogy vadállat? Egész nap ezt rajtogatod. Miért? Szerinted mit kellett volna csinálnom? Hagyja vagy, hogy ő mert... Karika van a szeme alatt, nem látod? Látom, hát ő meg kést fogott rá. Vadállat. Most te fogod oda venni őket, de vigyázz. Mindent látok a tükörből. Ne kezd ki velük, ki ne kezd ki? Azzal beszélgetek, akivel akarok! Hülye kurva! Az egész étterem látja, hogy mit csinálsz! Kinél van a szűrő? Gasztó! Itt van, de pucold el! Hé, Mangolis, nem mosogottad el már kereket? Péter, igaz, hogy tegnap esetleg... Nem történt semmi, gyáván, nem történt semmi. Mi van, Hetty? Voltál tegnap színházban? Jó színész a hősöd? Jaj, nincs oda férfi. Csak egyetlen éjszaka vele, és aztán egész életemben szívesen mosogatnám a tányérokat. Tessék, van nekünk esélyünk, mi? Csodálkozom, hogy a feleségem nem úgy szeret az ágyban, mint az előtt. Látod, ezért nem nősülök én meg. Képes könyveket veszek, és boldog vagyok. Fiú, nem éted étkezés. Gyertek! Biót főztetek. Sózott herkentjét. Ez még a tegnapi káposzta. Jó van, csak egyetek. Ez meg mi? Nagyon finom, kardió fehérmártással. Fehérmártás, büdös! Van valami hető is hát. Ha nem tetszik valami, mentek és szóltok a séfnek. Földkrumpli nincs. Nincs, földkrumpli nincs, mert még nem fölt meg a... Igen, te! Hazudtam, amikor azt mondom, hogy letettem a vendéglátóipari vizsgát. Hazudok, amikor azt mondom, hogy emelést kapok, mi? Hazudok, amikor azt mondom, hogy szereztem magunknak lakást, mi? Én mindent megteszek, te meg egyre azt mondod, hogy semmit nem csinálok. Elgasztál a jó házasság. Nem tetszik, lépj le! Hogy csűri csavarja, hogy kiforgatja, gyere, kérdezz meg, mert nem hiszel. Elég az egészen. Hát akkor miért nem hiszel nekem? Azt mondom, hogy itt kell maradnom délután, miért nem hiszed el? Fred! Niki! Fred, hol a fenébe van? Kenj le neki egyet, te vagy az erősebb. Mit akarsz? Mi van már meg? Kérdezz meg tőle, tessék, te ki talán hiszel? Mi a felét kérdezzem? Délutános vagyok, vagy nem? Ezért hívtál ide. Megbolondultál, vagy mi? Tégy nekem egy szíveséget, és ebből hagyj ki, jó? Tőlem kérjük meg, hogy hogyan oldja meg a házassági problémáit. Azt is én mondjam meg, hogy hogy csinál. Az arcom! Nem forráztam az arcomat! Ki volt az a hülye, aki a fazán tetején hagyta a forró vizes fazekat? Rátesett! De egy szemét hely! Soha életemben nem dolgoztam még ilyen hülye helyen! Soha! Rendben lesz. Túléli. Mit elcsorogtak itt? Gyerünk! Azzal a sárga porral szórjátok be! Oké, bébi. Majd béké, jó? Hiába beszél nekik, az ember össze-vissza rongasz. Na, beválik az új tag. Úgy látszik. Hogy történt? Nem tudom, Mr. Marangó. Nem voltam itt. Frank, hogy történt? Valaki egy forró vizes edényt hagyott az egyik kazán tetején, ő meg magára döntötte. Leforrázta az arcát. Nem veszélyes. De az lehetett volna. Mit csinálok, Mr. Marangó? Mondom neki! Hiába beszél az ember! Bánja is ő! Azért aggódik, mert megakasztja a konyha munkáját. Három év, Frank! Három év, aztán el innen! Visszavonulok!
átveheted a helyemet. Ó, én aztán nem. Egyszer egy héten így is én vezetem a boltot, keresselek más bolondot. Azt hiszed, hogy bolond vagyok? De szereted a munkát? Miért? Ki szereti? Szóval nem szereted a munkát, és tetejébe felelősséget is válasz. Ez nem bolondja? Tartanom kell az életszínvonalamat, te hülye! Meg a diliszbe! Hülye! Michael! Savanyú a leves. Savanyú. De hiszen csak egy nap. A vendégek panaszol. Még egyet, Michael. Ne vigyél haza csirkét. Hidegsültet, kotlettet vihetsz, csirkét nem, túl nagy. Majd ha olyan idős leszel, mint én, akkor próbálkozhatsz csirkével. Á, úgy látszik, le kell hozzá érettségizni. Igen. Le kell hozzá érettségizni. Tessék, mehetsz ebédelni. Hozz, gyere, eljünk! Jobban vagy? Jól nézi aki. Mint egy részbőrű. Péter, te mióta vagy? 3 éve. Hogy bírtok ki? Már lerobbantál? Nem hiszem, hogy kibírom ezt a napot. Innét hamar leporolnak az őrgék. Én is nagyon hamar el fogok innen menni. A legrosszabb még csak ezután jön. Igazán van? Bárcsak meg a felszolgálást. Aztán egy idő múlva megszokja az ember. Eleinte azt hittük, hogy nem bírjuk ki egy napig sem. De mondd meg nekem, mi az, amihez az ember nem tud hozzászokni mindenhez. Felejtsd el, hogy hol vagy, és gondolj arra, hogy legalább van munka. Dolgozna csak a tojásételeknél, 5 féle van az étel. Épp hol van az étel? Már nincs! Tegnapra maradt még egy kis tésztám, sajnálom. Hazudik. Én azt hittem, hogy itt mindenki azt teszik, amit akar. Amit akar, csak el kell lopni. Még azt is, amit az étlapra főzöl. Ha egy tisztességes hagymalevest akarok csinálni, a hűtőből kell elcsórnom egy pár csirkeszárnyat, hogy valami íze legyen, csak nem kérdezni. Te, miért tagadtam a Michaelnek a tésztát? Ugye már rá se ránts, úgyis eleget esznek. Mi talán nem? Mondd, rajta kaptad már magad, hogy nem azt mondod, amit akarsz. Miért tagadtam le Michaelnek a tésztát? Semmi bajom nem lett volna, hogy adok neki. Rendszerint adunk is, de mindig jön egy pillanat, amikor nem adunk. Reggel még tréfálkozom vele, déltől pedig hazudok neki, és úgy védem a tulajportékáját, mint a sajátomat. Miért vagyok én ilyen rohadtul lojális fél életen keresztül? Hol van Gaston? Miért nem ülnek közé? A szemében mondok, hogy nem a senki. Hagyjátok, a bucsának vége van, béküljetek ki! Házastársam sem tudok kibékülni, hogy a felébe tudnánk akkor mi. Ide figyelj, Michael! Az én feleségem közönséges gondolkodású asszony volt, bár jó családból, kényelmes otthonból származott, mégis közönséges volt. Ha valaki megkérdezte tőle, hogy hogy élünk, mindig azt válaszolt, hogy magának meg mi köze hozzá. Nevethettek, de mindent megpróbáltam. Én órákig hallgattam, hogy hogyan szapulja a többi nőt. Én órákat szántam rá. Én mindent megpróbáltam, én azt is megpróbáltam, hogy... Miért akarom nektek elmagyarázni? Itt a rohadt tésztátok! Egyétek meg! Amerikába fogok én menni. Amerikába? Hát voltam New Yorkban. Igaz? 2-szer is. Én egy hajón dolgoztam. Egy hajón sokkal többet elpazarolnak, mint amennyit megesznek. Mielőtt a kikötőbe érnek, mindent a tengerbe hajigálnak. Egész csirkéket. Azokat aztán megeszik a sirályok. Te is. New York az mi? New York. New York az... New York. De az itt is összes tadefelt. Mert ankomt, mikor megérkezel. Gyönyörű. Az Empire State Building. És a Coney Island. És a Broadway. Hallottál már a Broadwayról, nem? Hogy? És a nők? Így óra 3. Rohangálás ide-oda, bárok, lokálok. Az egy gyönyörű hely. De ez a Beisley, ez itt nem jó. Ugye, hogy van? Az ételeket gyorsan és forrón tálalnak mindenség. Ugye? Arra nincs idő. Azzal a kisebb éttermekben se nagyon törődik. Miért törődjenek? Csak ez számít. Miért? Hát el lehetne vezetni egy éttermet úgy is, hogy az ember az ételére is büszke lehessen, és a pénzét is megkeresse vele, nem? Hát persze, hogy el lehetne, barátocskám. De nem fizetődik ki. Pénzkérdés. Az egész világ a pénzt hajszolja, te is a pénzt hajszolod. Hm? Pénz, pénz, pénz.
Fred! Csak töltöd a vizet, de szép napon túl fog csordulni a pohár. Na jó! Csak ne mess! Kis bolygós talán! Mi tetszik színe? Ki a halas? Szeretsz? Ellenállhatatlan vagy, de ki a halas? Ő. Jó, akkor 4 hüllőt rendelek. Ülj le, még nem nyerted az ebédet. A vendég várad. Csinálj úgy, mint Mr. Alfredo. Mr. Alfredót semmi sem zavarja. Mr. Alfredo munkás, és gyűlöli a főnökét. Jó szakember, de nem tesz se többet, se kevesebbet, mint amennyit kell. És mindent a kellő időben. Mr. Alfredo angol. Nézd csak! Úgy látszik neki, van érettségie. De maradj, hogy csirkecombot akart, és spiritus krumplival. És nem maradj, menjen a pokolba, eszem. Ötlenül magad ötöl. Sere, egye meg, már eddig sem hagyják az embert. Hallottad, hogy tegnap éjjel majdnem megölték Pétert? Hagyja felém ezt a Pétert! Elegem van belőle 3 éve. Ki kéne érteni őket, ki érteni az egész bandát? Németek. Gyűlölöm őket. Senkit úgy nem gyűlölök, mint ezeket. Éppen most akarják megszüntetni az akasztást. Olvastátok? Gondolod, hogy átmegy a törvényjavaslat? Mit tudom én, majd elválni. Meg fogják bánni, előre megmondhatom. Én meg azt mondom, ha valaki gyilkolt, azt ki kell írtani. Szemet szemért! És a villamos széket náluk is be kéne vezetni. Akasztás semmire se jó. Emlékeztek arra a kettőre, akiket nem is olyan régen a székbe ültettek Amerikában képkedésért. A hülye szerszám csütörtöket mondott. Újra kellett kezdeni. Fogadni mennék, az ügyeletes technikus jól megdicsérte. Mit használjanak? Gázkamrákat? Kivétülni. Én nem akarok a dolgotálni. Szívesebben nevetnek rajta. Én azért jó fiú vagyok. Mikor leszel szabadnapos? Nem találkozunk? Nem. És mit csinál? Reggel vásárolni megyek, délután fodrászhoz, este pedig táncolni. Az Asztrába. Miért pont az Asztrába? Minden kurva oda jár. Montival megyek. Monika? Mondd el ma este Montinak. Innézd el a vállópert. Nem élhetünk így tovább, akár a tolvajok. Magunkat tesszük tönkre, te is tudod. Péter, ne itt. Nagyon kérlek. Tudod, hogy most nem mondhatom el neki. Itt bent. Itt rontunk el valamit. Magunkat sevezzük meg. Azt hiszed, hogy én imádom ezt a bujóskát? Adjál abba! Miért mindig a többiek előtt kezdesz bele? Csak fújod a magadét. Én meg azt kérem, hogy adj időt. Megígértem, hogy megteszem. Na, meg is teszem. Csak légy türelmes. Türelmes! Én türelmes! Szóval nem hiszed el, hogy megúttam a bujóskát, mi? Azt csinálsz, amit akarsz. Akkor mondd meg te, hogy mit csináljak. 3 éve vagyok itt, 3 éve. Istenem, tudnád, hogy mennyire unom ezt a témát. Elegem van belőle, érted? Unom! Lássuk, miből élünk, nyomás! Jól van, Michael! Maga légy! Mosogat ki! Igen! Minden rendben van? Igenség! Mindennel tisztában van? Igenség! Na, nézzük csak! Jó lesz, csak gyorsabban, lejjön, gyorsabban, Fiú!
Figyeljetek csak az új fiút, 5 perc múlva azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány. Hát így? Hajló! Hajlő, hajló, hajlá! Hajlő, hajló, hajlá! Hajlő, Dreyfus, hajló! Hajló! Négy borjú bordát! Négy borda! Négy adag fogas! Rendelhetünk fogat? Igen, 5 perc múlva ilyet. Hány járnak a három pont? Három pont. Négy borjú borda! Bibi, várj egy percet, Bibi! How do this überlegt? Geht wir zusammen aus? Ich lade dich ein. Wir gehen im Kino nach tanzen. Willst du? Nem lehet mennem kell, és meg kell kapnom a sűrűimet. Háromszor csirkecom. Háromszor csirkecom. Két jérce saláta. Két jérce saláta. A kotletjeim. Nyolc sülő dektára. Nyolc sülő. Jól dolgozik a nő. Öt rostom voltam. Öt borda rostom. Három francia saláta. Már én jöttem elő. Külön rendelés. Három francia saláta. Négy mireszra. Négy mireszra. Két pirított csirke krumplival. Két pirított csirke krumplival. Hat borjújava. Hat borjújava. Ezek a borjúbordán. Ja, négy kárpot, de csak neked, bébi. Igazán? Ja, Péter, nézd csak, mondd Vidigény, Audi, Vidigény, a melynek magam. Te vagy a végzetem. Hé, Péter, van még sül. Hajt a szekrénybe. Te vagy a... Jobban figyelj, te illan. Minden nehe. Innen, hagyd már abba. Én fejszintesz egy stölyöt szól. Négy fogas. Elég jó beszélni abba, de hozzá szól, mit vettem fejed. Négy fogas, mondtam. Én fejszi a sajnos, jó? Minden, itt beleestek. Van ott van, aminek kell. Nem viccelt, jól gondolod meg. Mit gondolja? Michael! Találom a leves! Mit művelsz? Nem tudod, mit művelsz? Te vagy az okom. Két házki! Tessék! Tessék! Ó, már kész! Persze, hogy kész! Margalit, szárnyéroka! Szárnyérok jönnek! Itt a négy fogasok! Három salata, két házkák! Roston, drága! Ezeket imádtak szívem! Három pont roston! Egy sertésült! Egy sertésült! Két csüllő! Hol a fenében van ez az ember? Négy adag próbál! Két fogas! Két csüllő! Mozdás, imádi mozdás! Ó, Jézus, Mária, Szent József! Amen! Két csüllő! Drága, viszi csúka salátot! Egy három pont roston! Három pont roston! Három sokásom lett! Három sokás! Kétszer van a borjú mondani! Itt kétszer! Három borjú szeret! Három borjú szeret! Egy ümölcseletek meg vannak már! Viszem őket, öreg anyám! Két csomka saláta! Két csomka saláta! Két kávé rendeletbe! Rendben, drágám! Két borjú borda! Kettő borda! Az Isten itt marc! Borjú borda és borbás! Jó, rendben! Hát, borjú borda egy birkatom azonnal! Rott életbe várj egy percet! Hát, borjú rendelése! Hát, mindennek róla! Hát, Isten, ennek a leprocínnek! Ha mindent tudja! Alig kezdtem el dolgozni, már nem vagyok maradtam! Egy csüllőt kérek. Egyet. Rendben. Három pirított csirkét. Igen, három pirított. Na. Isteni, ilyet már most. Négy csülkotat rendelhet. Igen, 5 perc. Nyomás, vigyel. Két csülkotat. Azonban. Két csülkotat. Várjon. Itt vannak. Megjöttek. Egy fogas. Fogas. Egy fogas. Fogas. Egy borda! Egy borda! 5 perccel azelőtt beszéltél, te itt meg hangszert beszéltél, emlékszem? Nem emlékszem semmire, gyere vissza 5 perc szóval, tovább! Egyszerűen nem figyeltél oda! Mert azt mondom, hogy nem semmi, tovább! Két minestra! Gyere vissza 5 perc múlva! Hogy áll az eszem? Egy 5 pont! Pont! Három borjúbordát kérek! Három borjúbordát kérek! Bejövőjött! És hozzon két lángsaláta! Három kivácsolta! Mit állni? Nem látod a csillahús? Na jó, most vártak utoljára! Azt mondja, na jó, most vártak utoljára! Jaj! Bocsánat, Harry! Három bistek! Felemet 10 percet, ez amit rendem 4 fogat, és még mindig nincsen készen! Akkor is tányérokat! Tányérokat! Péter! Még nincs kész a fogas? Tányérokat! Az a nő hazudik, nem rendel semmit! Gyerünk! Tányérokat! Egy hal! Két hal! Két kávé! Három hal! Négy hal! Három kávé! Szörnyű, nem bírom! Ne izgasd fel magad, drágám! Hát hogy lehet így dolgozni? Egy minestra! Soha nem dolgoztam ilyen helyen! Soha, soha! Öreg vagy aranyom, öreg! Menj az ez a hely, fiataloknak volt! Menj a fejdal! Egy borjú borda! Egy borda! Ja Istenem! Baj van! Nagyon baj van!
Irlandi! A sülő! Odaégett a sülő, Irlandi! Ez Irlandi! Menj lépben, ez kontár munka! Hát Péter, ez nem prima munka. Irlandi ugye nem unatkozott. Hogy csak komolyan! Hát vannak a lazatai! Micsodáig! Sült lazat! Mennyit akar? Négyen! Három omlettet! Két magam! Három omlettet! Péter, az Isten szerelmére nem segítenél egy kicsit! Na gyerünk, Irlandi, gyerünk! Rendben! Két magam! Tovább! A borjú szereteimet! A borjú szereteim! Tovább! Három angolnak! Markás a rápfejű! Mi az, hogy rápfejű? Tovább! Három sülőt! Itt vagy baj! Egy, kettő, három! Tovább! Két sülő! Egy pancs! Egy bőrbisztrán! Két fogas! Egy mozdás, Péter! Na, édes is Irlandi! Jó reggel, Péter! Mi is álljára, mi kell? Pancs! Pancs! Tovább! Két bisztrán! Egy bőrbisztrán! Tovább! Három csirkecom! Három csirkecom! Talán elfogyott a citrom! Már magad, mi kell? Akkor csinál egy percre a vágómeszkát! Nem, barátocsám, nem, az enyém, az nekem kell a tároló, a tároló, a tároló, találkozok, ez az enyém nekem kell! Hát rögtön visszaadok! Nincs idő, nincs idő! Na hát, egy kicsit emberi hangon is beszélhetnél! Mi kell? Két fogas! Két fogas! Köszönöm! Egy húszalat! Berta a szőkség! Kérdem meg a pármikbe kell így! Egy gyöbölcsporta is két kávé! Na végre kapu! Bocsánat! Két merencsom! Két kívül vagyok magam kivel! Egy gyöbölcs kampi van! Kampi! Két válfi! Két tól halál, két sülök! Három borjúborka van! Két csücsike! Két csücsike! Két fogas! Két finesztra! Négy fogas! Micsoda? Négy fogas! Violet! Szó sincs itt ez az ember! Te meg vársz? Megvárom. De ő tillagja a sülőmet, mennyire tudom. Járunk egyet? Járunk. Oda lesz a borra való. Négy bori borda. Négy borda. Ez a krumpli. Hol a szombal a kicsim a kocsim? Várjon már egy rohadt percet. Nem tud várni. Nem tud. Két biztán. Három bakszalat. Két bori borda. Három biztán. Két sülő, így nem lehet vagány. Jesszusom, micsoda rohadt bolondok háza. Három bakszalat. Két biztán. Két sülő. Két bábé. Uratod égő bármak! Hát mind megőrült tettek! Megfőttem, vacsorára felszolgálhat. Két adag főtt irlandit kérek körítve. Két adag sült paradicsom a fülébe, a feje köré krumpli, a szájába két adag borsó. A mártást én izzadom ki. Láttátok, mi volt itt? Láttátok? 1500 vendég, és a fele halat evett. Nekem is pont pénteken kellett belépni. Ez itt minden nap így megy, barátom. Nézd! Nézd, át vagyok ázva. Tessék a kabátom. Pacsarni lehet. Ez nem is izzadság, egy emberben nincs ennyi víz. Kevin, megdöbbesz, ha itt maradsz. Óvaintnek, Kevin, fogadj el egy baráti jó tanácsot, légy le. A pucolás, ez nem embernek való hely. Még fiatal vagy, Kevin. Megdöbbesz, én mondom neked. Én Irlandi, mi nem tetszik itt neked? Máshol talán nem így van. Emberek jönnek, emberek mennek, vagy az izgalom, vagy a zaj. Minek? Végül mi marad neked? Megbarátkozol valakivel, az egy életre szól. De elmégy innen, ó! Hus! Elfelejted!
Mások talán nem így van. Mi nem tetszik neked ezen a konyha, ha? Túl okos játsz, hogy te Dimitri. De meg egy marha. Különben se utál. Jaj, előről kezdődik a gasztonféle, Muri. Egész nap azt hallgattam, hogy készítette ki Péter Gaston. Legalább a pihenő alatt nem uriztatok. Nyugi. Figyeljétek, milyen nagyszerű ez a csend. Semmi. Megfőmök a saját levetbe. Jesszusom, micsoda halál. Mára vagy! Dimitri! Erő! Hé, mint az előbb azt mondtad volna, hogy nem tetszik neked ez a hely. Kösz. Miért nem mész haza aludni? Haza? Egy szoba, egy ágy. És a szent szűzképe. De az mindig ott lesz. Ez a hely, mint ez a ház. Ez is mindig itt lesz, erre még nem gondoltál? Én elmegyek, te elmész, Dimitri, elmegy. De ez a bolondok háza itt marad. Itt lesz akkor is, amikor mi már rég meghaltunk. Ez a konyha. Az pedig te vagy. Te és a konyha, de neked semmi közed a konyhához. És a konyhának sem semmi köze hozzá. Dimitrinek igaza van. Miért a többi munkahelyek, a gyárak, a hivatalok talán jobbak? Na, erre felej valamit ír, ha olyan nagy okos vagy. Jobb szeretnéd, ha egy reggel bejönnél, és a konyha volt nincs. Hát azt képzeld, egy ilyen reggel, hogy bejössz ide, és ez itt mind. Nincs. Akkor munkanélkül maradnál. Hajjék. Akkor meghalnék? Úgy látszik, nem nagyon izgat. Bitte! Tud heimschon wieder. Mit volt? Álmodozom, azt mondja. Álmodozom! Szoktatok ti háborúsnit játszani? Szemét vödör tetejével, meg ilyesmivel, mert ti szoktunk? Yeah, yeah, yeah! Nem szépen, hogy te így háború! Háború! Azt mondják, a harcias gyerekből lesz a végén felnőtt. De szerintem ez nem ilyen egyszerű. Én mindig utáltam a háborúsnit. Volt egy kis csapatunk, de inkább építettünk táborokat, kunyókat, anyákat. Thank you.
De mi ez? Diadalit! Minek ez az őrültség? Ez nekem őrültség! Miért? Talán nem az? Gyerekjáték. Az egyik szerint álmodozás, a másik szerint gyerekjáték. Tudok egyáltalán mi az az álomajáték? Amikor elfelejted, hogy ki vagy, és eljátszod azt, ami lehetnél. Amikor álmodozik az ember, akkor megnő, nagyobb lesz, jobb lesz. Ez neked örültség? Bitte, du bist zu alt. Nem vagyok túl öreg. És nem is leszek túl öreg, majd te meghaltad. Und du glaubst, wir haben die Zeit zu träumen? Igen, álmodni kell, és én álmodozni akarok. És mindenkinek legalább egyszer életében álmodoznia kellene. Hé, te mit álmodsz, amikor álmodsz? Csak játszadozz, Péter, játszadozz, de engem hagyj ki, jó? Én már túl vagyok az ilyesmi. Tudod, hogy mikor nem ember az ember? Amikor szégyeli azt, hogy gyerek. Például te most. Szégyel számodozni, miért? Hiszen barátok vagyunk. Na tessék, kezd el. Kösz szépen. Hol? Raymond, Dimitri, hagyjátok abba egy kicsit a munkát, gyertek, álmodozzunk. Mondj el valaki az álmát. Csak nekünk, senki másnak, senki nem öletünk ki. Na, ki kezdi el? Dimitri. Kezdj el. Mi? Csupa vas lesz, kerül szemétvedők, mocskos falak. Petya, du bist deine Zeit. Na és a pazarlom az időmet, az a jó az ember pazarolhatja az idejét. Én még 60 évig élek, úgyhogy megengedhetem magamnak. Dimitri. Csak egy icipici álma. Mit látsz? Én? Hát, én egy olyan kis házat. Olyan kis, na, hogy is hívják, na? Unyhót. Nem. Fészer? Igen, na, fészer! Szerszámokat, készülékeket, rengeteg magnót csinálok is, talán televíziót nem, is, és... Dimitri, nem, ez csak a hobbi. Ez gyerekség. Többet kívánsz, Dimitri, többet. Nem tudok, Péter. Na. Nem látok már. Próbálom, de nem látok. Szegény Dimitri! Hé, hív! Most te álmodsz. De én nem emberekről álmodom. Hát miről? Alvásról. Magamról, hogy az. A legtöbb ember alszik és álmodik. Én azt álmodom, hogy az. Mi van veletek? Hans, te miről szoktál álmodni? Én? Aha. Pénzről. Pénz. Kedvét. A pénzem a jó ember vagyok. Mindenkit szeretek is. Engem is mindenki szeret. Pénz. Hogy tudsz pénzről beszélni, amikor énekelsz? Hogy álmomban mennyiben. Álmomban. Mr. Raymond? Én nőkről. Na, és milyen? Kicsik, nagyok? Sárgák, feketék? Milyen? Hát csak egyfajta van, nem? Raymond, elszomorítasz. És te, Paul? Tehetsz nekem egy szívességet. Tényleg, Paul? Ide figyelj, mondok én neked valamit, de őszintén. Nem haragszom, ha őszinte leszek? Jó, őszinte leszek. Én nem szeretlek téged. Várj, hadd fejezzem be! Én nem szeretlek téged, mert egy ronda állat vagy, örökké szája, az féltékenyeket szívelúzol, mint egy őr. Jó, most csend van, nyugalom van, most megállt a munka, és kezdelek jobban megismerni. Még mindig az a véleményem rólad, hogy egy ronda állat vagy, csak most mégsem vagy olyan ronda. Hát látod, ez az én álmom. Egy barát. Tüntesd el ezt a bolond konyhát, csinálj csendet, teremts nyugalmat, hogy barátokat szerezhessek. Hogy azt hihessem, hogy ez a sok ronda alatt talán mégse olyan ronda. Ja. Te rondának tartod az embereket. Na ide figyelj, ezt hallgass meg. A szomszédunkban közvetlen a mellettünk lévő házban lakik egy buszsofőr. Egyszer a buszsofőrök sztrájkba léptek, 5 hétig voltak munkanélkül. Én minden nap bementem hozzá, buzdítottam, bátorítottam, mondtam, hogy együtt érzek vele, korábban kellett felkelnem, hogy beérjek ide, de nem számít. Szomszédok vagyunk, munkások vagyunk, gondoltam, jól esik neki. Aztán egy vasárnap béketüntetés. Nem hiszem, hogy sokat ér az ilyesmi, de elmegyek, mert az embernek ebben a világban meg kell mutatnia, hogy véleménye van a dolgokról.
Másnap reggel odajön hozzám és azt mondja, most jól figyelj. Azt mondja, részt vett maga tegnap azon a béketüntetésen? Mondom neki, igen, részt vettem tegnap azon a béketüntetésen. Mire ő? Tudja mit? Bombát kellett volna dobni az egész bandára. Kár azt mondja, hogy gyerekek is voltak a tömegben, mert bombát kellett volna dobni az egész bandára. És tudod, hogy mi idegesítette fel? Az, hogy a menet lelassította a forgalmat, hogy a buszok nem tudtak elég gyorsan haladni. Már most én nem azt akarom, hogy egyetértsen vele. De attól mégiscsak megrémültem, hogy hát az az eszébe sem jut, hogy ez az ember a múltkor segített nekem. Hát ha van valami értelme annak, amit mond, nem. Lelassították a forgalmat, tessék lebombázni az egész bandát. És csak láttátok volna a gyűlöletet a szemébe, mint a gyerekit öltem volna meg. Úgy nézett rám, mint egy állat. És ebben az a rettenetes, hogy egy fal emelkedik. Egy óriási fal, köztem és a hozzá hasonló emberek milliói között. Hová jutunk így? Mit csinálsz, hogy ne így legyen? Körülnézek a konyhában, a gyáramban, azokban a rohadt magas épületekben, tele irodákkal és tele emberekkel, és gondolkodom. Jézus! Töröm az agyam! Jézus! Én megértelek téged, Péter. Lehet, hogy egy szép nap tényleg arra ébredünk, hogy ez itt mind eltűnik. Aztán megint arra gondolok, hogy hát ne csináljak több tortát. A munkás ne csináljon több vonatot, meg autót, a bányász hagyja ott a szenet, ahol van. Te válaszolj nekem. Te mondd el az álmodat. Ssss! Cukrász, csend van. Csak halkan. Á, én álmokat kértem, nem lidérci nyomásokat. Ilyenek az álmaim, nem tehetek róla, hogyha lidércesek. Hát a te álmod, Péter. Ez itt az ENSZ, igaz? Nagy konferencia. Itt van Amerika, Oroszország, Franciaország, Németország, és mind itt van, és versenyeznek. Háborúknak vége, veszekedéseknek vége, mindenki az emet, időnk van elég. $1 millió a legjobb álomért. Raymondnak, neki éjszakánként új nő kell. Nekem egy műhely, Pórnak egy barát, az Irandinek egy ágy, hasznak pedig az $1 millió. Óriási lehetőség. Rajta, Péter. Halljuk a nagy álmot. És ez itt mind nincs? Te mondtad. Egy reggel ide jössz ebbe az utcába, és a konyha nincs. Keresed, hogy hol a többi konyha, és sehol sincs egy se. Mit csinálnál? Az ENSZ akarja tudni. Na gyerünk, ki vele? Kész vagy? Én kész vagyok. Csak még át kell öltöznöm. Hé, hey, Irlandi, menj haza, öltöz át te, és egy tüdőgyulladást kapsz. Nem kész, Dimitri, nem kész. Hey, hello, hello! Hülye. Hülye álom. Mikor az álmot várjuk? Én nem tudom, mit látsz benne. Én sem tudom, mit lássak benne. Egy hülye álom. Inkább egy hülye vulkán. Elmentem. Nincs is álma. Szerintem süket duma az egész. És egyáltalán mire megy az egész? De ez a dolog, ez a Péter esekőbe. Békéről és álmokról beszél. De amikor arra kértem, hogy használhassam a vágódeszkáját, rámordított, hogy szerezd magadra. Álmok. Viszlát. Te mondd el nekem, mi volt ennek az egésznek az értelme? Én már azt tudom, hogy mit beszéltem itt össze-vissza. Miért tudjam éppen én? Péter se bolond, te sem vagy az. Én mondom, az emberek mindig forgatnak valamit a fejükben. Mindig. Én mondom. Ez a nap legjobb része, és a leghosszabb. Elmentek. Mi kell? Paprika, paradicsom. Karalábé. Mi kell? A leghosszabb.
És most megint az óriás törpe! Michael Dawson a bal összekötő kapja a labdát! Igen, ez Michael 5. gólya, és ezzel Leyton Orient Arsenal 18-0. Micsoda meccs, micsoda srác! És a pálya, mint egy csatatér, bűzlik a hullágtól. Mikor elmentek, még jó kedvük volt. És te? Hogy töltötted a délután, Michael? Állat jól. A St. James Parkban voltam, napoztam, bevertem a szundit. Aztán a lányok. Na? Ja igen, Nicket és Daphne-t együtt láttam a parkban. Na, ebben szép. Csónakáztak. Megható. De nem a srác húzta a lapátot. Ti mázlisták vagytok. Nektek nem kell felébe vágni a napot, aztán visszajönni dolgozni. Azt hittem, szeretsz itt dolgozni. Hát bejönni nem rossz, csak újra visszajönni. Persze nem az öreg átlédónak. Ő jön, megy, főz, tálal. Neki minden mindegy. Gyere, Péter, nem árt meg egy kis meló. Gyere, öregem, töltsd fel a készleteket, pakolj! Kibántotta a diadalívet. Kinyúlt hozzá, kiszedte szét, hagyjátok ott! Hadd lássa, Mr. Barangó! Hajj! Ne nyúlj hozzá! Ma! Beteg vagy, mondd. Nem is tudom. Fáj valami? Nem. Fogaid rendben vannak? Igen. Lakásod is van? Van. Akkor mondd meg nekem, hogy mitől vagy ilyen. Alfred, ugye te jó szakács vagy. Reggel bejössz ide, nem kérdez semmit, rögtön munkához látsz. Hamarabb készülsz el a velóra, mint mi, és sohasem vagy pánikba. Akkor mondd meg nekem, jó munkahelyed? Az attól függ. Mr. Marangónak például nem rossz. Őt a részés a nézőként. Én már öreg vagyok. Nekem már harangoztak. De ha nem tudnád, én azelőtt olyan helyeken dolgoztam, ahol prima dolgokat főzhettem. Most már mindegy. Most már csak a fizetésemért dolgozom. Na ez van. Van egy hangyufát, Méter? Neked ezek tetszik ez a hely, mi? Szeretem. Nincs tüzem. Szeretem a tűzhelyek hangját. Énik van tüzet? Marha, szereti a tűzhelyek hangját. Egész nap itt állsz előttük, vörösen izzad a telek, mit csinálsz, hát? Először valaki egy hagymalevest rendel. Akkor te egy másik edébe leves, kenyeret, sajtot töltesz, felforrod. Akkor valaki egy hemendexet kér, akkor azt csinálod, akkor valaki egy vagdalt húslák hozzád, akkor meg azután rohansz. Egész nap lóc futsz, amíg úgy meg nem izzad a hátat, hogy füstöl. Szeretem. Arra sok szerencsét. Csak te tudod neki megmagyarázni a te generációd. Na. Gyere te, Express vonat, dolgozzunk egy kicsit. Nem miattam vesztük össze, hanem miattad. Olyan vagy, mint egy gyerek. Miért? Azt szeretnéd, hogyha olyan öreg és kövér lennék, mint a férjed. Ha szerez más pasast magadnak. Néha igazán meg tudom érteni Montit. Sajnálod? Szeretnéd, ha gyűlölnél, mi? Megpróbáltam, nem megy. Könnyebb lenne, de nem megy. Kedves ember, jó ember, nincsenek hibái. Hogy lehet egy ilyen ember haragudni? Ne haragudj, hogy fakét, én hagytalak az utcán. Tudom, utólag mindig mindent megbázd, de mégis ott hagytál, mint egy kutyát. Hova mentél? Nem mentem. Menj te is, törülgesd a poharakat, menj, nem sokára kezdődik a tálalás. Menj már, jó, és nekem adjál békét. Köszönöm, hol a pokolban vagyok a híviseket, én bocsánatot kértem tőle. Itt jó lenne, ha megvárnád, amíg befejezem, mert hozzád eszik. Hát akkor meg írtöttek. Mert szeretem azért. Fren, hallod, hogy én vettem feleségül. Mert szeretem.
És te? Nekem azt mondta, hogy a koromhoz képest nagy baj. Orvosátok, egy fickó felvitt a lakására egy fiatal lány, a felesége is otthon volt, és mindhárman pucéran nézték a tévét. A feleségével együtt pucéran tévéznek. Mi történt? Megfáztam? Na uraim, ez nem szanatórium, gyerünk egy kis melóra, nyomás, nyomás! Na! Isten bizony, én még ma este felmondok! Ugyan már! Megszokott, biztos pénz! A fene essen a pénzbe, meg ebbe az egészbe! Én is szeretem, ha megfizetnek, de ami sok, az sok! Öregem, ez itt túl van pörgetve, itt egyfolytában magas nyomás van! És az étel? Hát étel ez. Akkor főztem utoljára ilyen vacakot, amikor a hadseregben szolgáltam. És senki nem törődik semmivel. Mi meg felszolgálók, csak állatok vagyunk. Mindenki félrelők, mindenki. Nem baj, mert jó, hát egész jól bírtad az első napot. Este már sokkal könnyebb lesz. Senki nem fog lögdösni, csak meleg lesz. Jaj, nagyon meleg lesz. Dolgoztam én olyan helyeken is, ahol úgy kellett mozogni, mint egy balettáncosnak. Kibe kígyózva az asztalok között. Ott volt elég hely, mert ez rendes társaságban. Kikeményített ruha, tiszta körmök? Én is hallottam már ilyen. És azt se vettük rossz néven, hogy sorba kellett állni, és ellenőriztek minket. De mindenkit, még a sépeket is. Az egy rendes hely volt. Egyszer a Velszi hercegnek szolgáltam. Itt meg csupa kék-zöld vagyok. Ne őt nézzétek, hanem engem. 7 kilós pocsta. Parangol vagy, ne próbál itt tartani. Az is, micsoda ember! Megfigyeltétek már? Ma reggel az egyik lány elejtett egy pár csészét, erre a tulaj elkezdett ordibálni, az én károm. Házat mind az én károm. Megfigyeltétek már, hogyan sétál itt közöttünk? Először azt hittem, hogy kedves az arca. De amikor elhallgat a kedvességnek vége, elillal a levegőbe. Az arca pedig olyan gonterhez lesz, mint ez lenne az utolsó napja. Végleg be kellene csukni a boltot. És még egy utolsó szomorú pillantás lenne mindenre, ami így történt. Ma délelőtt engem figyelt egy darabig, aztán odébált és úgy csóválta a fejét, mintha a halálomon lennék, és már semmi remény nem van a mondat számomra. Péter, mit mond? Arangos Pürdél iben van. Hé! Hol a Peti? Hol, van egy kis tortád. Adja, srácnak. Na? Jobban vagy? Á, max egy állat, max egy szemétlád. Rá se ráncs! Soha a büdös életben még egyszer nem hallgatok rá. Jó, nagyon jó! Már úgyis eleget lóptál körülöttem. Max, mit csináljak? Ez vagy a mat? Hát nem vagyok az apád. Piszok jól mondtad, hogy nem vagy az apád. Az én apám rendes ember volt. Senkinek nem árult el, amit mondtam neki. Én sem mondtam el soha senkinek semmit abból, amit nekem mondtál. Én csak azt akarom... Az én apám 9 gyereket neveltem, és minden esetben. Mondom, hogy senkinek sem mondtam semmit. Az én apám... A te apád nulla. 3 éves voltál, amikor meghalt. Úgyhogy ezt talán hagyjuk. Az első dolog, mikor reggel bejönnek, lehúznak egy pofasört. Attól kezdve boldogok. Egész nap isznak. Te, tulajdonképpen mit mondott Max? Hát, azt mondta, hogy... Azt mondta, nem szereti a németül beszélni. Tessék, Paul, én német vagyok, te meg zsidó. És mind a ketten itt kínlódunk. Paul, zsidó? Nagyon rendes srác. Na hát, ki gondolta volna? Utánad jött a fiú. Utánad megyek, én azt megemlegeted. Hagyd békén, jó? Bocsánat, kérek. Bocsánat, de ki itt a sét? Ott, az a Napóleon. Köszönöm. Bocsánat, sét. Háborús rokkant. Általában nem igen szoktam ingyen enni kérni, de tetszik tudni, elveszítettem a nyugdíj könyvecskémet. Megállt. Igen? Most kérd konzervet dobozt?
Adj neki egy kis leves. Igen, sőt. Igazán nem szoktam kérem minden enni kérni, de tetszik tudni, addig semmit nem tudok csinálni, amit meg nem találják az igazolványomat. Én a sivatagba sebesültem meg, Rommel ellen. Rommel? Ja! De kérem, kérem! Hát én ezt okmányokkal tudom igazolni. Tessék, itt vannak az okmányai. Tessék, itt van. Ezt mindig magamnál hordozom. Mindenkinek vannak okmányai, az enyémek, ezek mindig nálam vannak. Hülye lenne a magamfajt ember, aki elveszíteni őket. Igazamban? Hát különben hogyan hinnének nekem? Igazamban? Mit csinál? Jaj! Hát a spagetti bolognese, az a jó étel, az olasz étel, babérlevél, jó, különben nem ugyanaz, babérlevél, paradicsompiré, parmezán, meg minden, az a jó étel, az olasz étel, az olasz... Ez micsoda? Kosti! Csúj! Voilà! Na, papa, ez a magáé! Köszönöm! Van egy szigélye? Van! Azt hívom! Gyerünk, gyerünk, gyorsan megyünk, dolgozunk el! Miért? Te megennél? Nem kopremált azokkal a hülye nagyvonalú gesztusaiddal! Én a megélhetésemért dolgozom! Marha! Nesze, öreg! Itt van hús! De most már tűnjen, jó? Tűnjen! Jambó, 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 jambó. Ez mi? Adtam neki két szelet húst. Talán Mr. Marangon mondta, hogy oda? Nem. Talán én mondtam, hogy oda? Nem. Egyszerre fejes lettél, Péter? Na most mi van? Adtam neki két szelet húst. Két és fél pont! Mit áll felé? Annyi! A sér pedig én vagyok. Világos? Nehogy azt itt, hogy annyi munkánk van, hogy bármelyik pillanatban nem tudnálak kirúgni. Három év az nulla. Három év alatt nem vetted meg magadnak az éttermet. Világos, értjük egymást. Nehogy azt itt, hogy bármelyik pillanatban nem tudnálak kirúgni. Mi történt? Egy csavargónak, Péter, két szelet húst adott. A saját vacsoráját. Szabotás, amit maga velem tett, az szabotás. Itt minden az enyém. Maga meg elajándékozza. Mr. Marangó? Persze, persze, én mindig tévedek. Igen, igen. Persze. Auf! Pass auf! Te, amit miklik hintedik! Réhülye azt kívánja, hogy az egész világ a női termét őrizze! Mint ha nekem valaki azt mondta volna, hogy ne morogja! Szemét alap! Szemét egyek! Hogy mindennek lehet! Igen, de ez a bejt loyal, loyal! Na miért? István az égben nem tudom, hogy milyen, de egyszer értelem! Loyal! Egy rohadt álmot nem tudok fölkölni! Ja, Péter! A bejtőt hajmut fest pohelem! Nem, az nem megy! Konyában nem tudok álmodozni! Und jetzt willst du wieder den wilden Mann! Ich bin fucking los! Lépj az ügyből. Ilyen lány, mint te. Ilyen lány, mint én. Mit csinálja? Lép le, Monik. Péterre gondoltam. Old meg valahogy. Csak így. Igen, csak így. Csak így. Kétszer lett volna tőle gyerekem, és kétszer csalódott bennem. Mind a kettőt akarta volna. Ezt hogy oldod meg? Miért nem tudunk semmit sem megoldani? Jó kérdés, Berta. Kivékülünk?
között nem túl szép kilátások. Bocsánat kér, és előre, meg visszamenőleg. Először én, most meg te. Látod a csavargót? Nem, kutél a csavargót. Nem is hallottam? Nem, mit kellett volna hallani? Összevesztem miatt a Mr. Marangóval, meg a séffel is. Egy koszos konzerves dobozba akartak neki levest adni, azzal akarták kiszúrni a szemét. De én kiöntöttem a levest, és adtam neki két szelet húst. Marangó elkapott? Szabotás, asszonya, szabotás. Ki akarsz forgatni a vagyonomban? Péter! Monika, tudod, hogy hol voltam délután? Nem. Hol? Én születésnapi ajándékot vettem neked. Ajándékot? Azt mondta, hogy megveszel, és hogy akar? Sülve, főve, angolosan, ropogosan, pirítósan! Péter, nem ez az első eset, igaz? Majd elintézem valahogy. Nem gondolod, hogy most meg kéne tartani? Vérről álmodtam az éjszak. Az én gyerekem. Egy vágóhíd. Én vállalom a felelősséget. Szívesen vállalom a felelősséget. Végül is az éjszak. Elég! Erről többet nem akarok beszélni. Beszéltél Montival, hogy megegyeztük? Igazán nem kellene veszekedned Mr. Marangóval, drágám. Megmondod Montinak, hogy te megél? Tudod, hogy nem tűrik sokáig, mindig ezt mondom neked. Péter. Monika, azt mondod, hogy szeresz, de a féledek nem mondod meg, hogy mi a helyzet. Két csirketom. Ez megint előre. Szóval nem akarod otthagyni, igazából nem Péter, akarod. Kérlek. Na jó, akkor mondd meg, hogy mit csinálja. Sokkal dumáltassék? Nem. Bármikor fölmondhatunk, hogy csinálhatnánk egy hosszú vakációt. Elmehetnénk Svájcba síelni. Holnapi fodrászhoz is el kell mennem. Monika, reggel összevesztünk, délután összevesztünk, most este majdnem szerelmesek vagyunk egymásban. Felej. Nem tudom. Mondtam már, hogy Monti vesz nekem egy házat. Takarod. Mi van? Elment a szegény. Már, Péter? Három pisztrán. Külön adag Mr. Marangónak. Már fél hét. Mindjárt. Tálalás fél héttől. De ez külön. Fél héttől! Két süllő! Egy borda rántva! Én egy Jaguárt szeretnék, öregem! Az aztán a luxus kocsi! Nekem legyen maga! Láttad már a legújabb Citroën? És a Volkswagen lesz talán egy jó kis kocsi? Itt is van jó kis kocsi, olcsó! A Volkswagen egy jobb autó a világon! Hagyjátok el a németeknek! Három fogas! Hallottátok, Finit kórházba vitték? Mi történt vele? Állapotos volt. Nem látszott rajta. Nem is, de nem is akarta a gyereket. Na és? Elbetélt? Hát persze, és nem is véletlenül. Buta nő, buta, buta. Hát van már neked gyereke? Uh-huh. Marangó örjön. Ott benne az ebédőben kezdődött. Valami tablettát vett be. És mondok még valamit, itt nálunk még négy lány vett be ugyanolyan tablettát, négyen. Két boriborda. És tudjátok, hogy a négy közül ki volt az egyik? Moni. De nem mondjátok, hogy én mondtam. Komolyan. De megkérdezhetitek Hettit. Kérdezzétek csak meg, ő szerezte be a tablettát. Két süllőt kérek. Két borda. Tudtam, hogy ez fog történni. Tudtam. Két pont. Tudtam. Hát így nem lehet elintézni. Hát miből gondolják, ha a szájukba vesznek egy tablettát, az a méhükben van. Gyerünk, Péter, két pont. Eltávolítani csak ott lehet, ahol bemegy. Hát mit csinál egy tabletta? Semmi.
semmi. Csak felfordítja a gyomrot, láttátok? Összeszűkíti a méhet. Mit tűzt erről az egészről, doktor lett? Igen, is nagyon jól tudom. Csak egyetlen hatásos szer van. Tudjátok, hogy melyik? Az erő. Ez az egyetlen hatásos szer. De nagyon ritka. Igenis, én ezt a katonaságnál tanulmányoztam, amikor semmi más dolgom nem volt. Ez nagyon érdekes. Pszichológia, komplikált! Én már akkor láttam, hogy Dini teherben van, amikor belépett hozzá. Valakinek könnyű. Két adok kolbász. Egy pony, három fogas. Nincs kész. Ugyan Péter, három fogas. Nincs kész, gyere, perc múlva. Hajlá, hajlá! Hajli, hajló, hajlá! Négy bolyú, hat adok pony, kettő süllő, két pony. Három kávé. Tedd le, tintálok tőlem, kér, jó? El voltál foglalva. Nem érdekel, itt én vagyok az úr, te meg ott. Csak hogy a fennél gyenek. Mit gondolsz, ki vagy te tulajdonképpen? Semmi között hozzá, hogy ki vagyok, szakás vagyok, te pedig felszolgáló. A konyhában azt csinálok, amit akarok, igaz? Te pedig az étteremben csinálsz azt, amit akarsz, igaz? Nekem te ne parancsolj, tudod? Tedd le, azt mondtam, hogy tedd le, itt én tálok, én. Ezen az oldalon én élek. Ez az én királyságom! Tedd le! Te bossz! Te rohadt német! Mit mondtál? Na, mondd még egyszer. Mit mondtál? Bizony Isten fáj. Hallgass! Tesz! Hülye! Hülye! Tessék! Áll az egész konyha! Észrevette. Mi az, hogy észrevette? Mit akarsz az előre? 40 év után te kell lesz ahhoz, hogy én valamit észrevegyek! Hát ki vagy te? Az Úristeni neki! Ki vagy ebben a nagyvilágban? Mi? Az egész világomat megállítottad! Istentől kaptam engedélyt. Tőle? Mert mástól nem lehet. Tudod te azt? Senki mástól. Rendben van, Maragó, ne vegyél úgy a lelkére, a fiú elmegy. Elmegy, beteg. Maga meg ne izgassa fel magát. Miért szabadál engem itt mindenki, Frank? Munkát adok, jól fizetek, ugye? Azt esznek, amit akarnak. Igaz? Én nem tudom, mit lehet még adni egy embernek. Ez az élet, nem? Tévedtem volna? Az én világom az igazi. Nem? És te megállítottad ezt a világot? Egy tetű, egy kölyök? Megállítottad, de miért? Talán valami olyasmit tudsz, amit én nem tudok? Tessék! Mondd csak! Tanulni akarok, barom! Állat! Mi az, amit nem tudok még tetszik mondjuk tanulni? Mi van még? Mond! Van még valami? Van még valami?
Van még valami? Van még valami? Van még valami? Mi van még?